Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, hivatal dolgozóit, meghívott vendégeinket és a kedves televízió nézőinket. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy a 11 képviselőből megjelent 11 fő, az ülés határozott, képes az ülést, megnyitom. Tisztelt képviselőtestület! Indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket, azzal a kiegészítéssel, hogy javaslom pótnapirendi pontként felvenni előterjesztés a Karcagvárosi Gyógyvízű Termálfürdő fejlesztésére irányuló EAO 2.1.1/A2F kötőjel 2009 kötőjel 007 azonosító számú pályázat megvalósításához várhatóan szükséges további tagi kölcsön biztosításáról. Először a pótnapirendi ponttól kell szavaznunk, aki a felvételét tudja támogatni, kérem jelensze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra. A teljes napirendi pontokról szavazunk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy a 17-től 23-ig terjedő napirendi pontokat, mivel személyes adatokat tartalmaz, illetve taggyűlési napirendek zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezt tudja támogatni, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek megtárgyalása előtt szeretném köszönteni Kovács Sándor képviselő urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét, aki a közelmúltban a 19. Kuruc testvérek birkózó emlékversenyén a magyar birkózósport érdemrend aranyfokozatát kapta dr. Hegedű Csabától, a Magyar Birkózó Szövetség elnökétől. Elnök úr október 23-án Budapesten is kitüntetésben részesült. Dr. Bakondi György, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatója, elismerést adott át elnök úrnak a katasztrófa védelem területein végzett kiemelkedő munkájáért. A rangos elismerésekhez szívből gratulálok, további sikereket, erőt, egészséget kívánok. Felkérem elnök urat az ajándék átvételére szíveskedjék, megelvigyeni fáradni. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Kíván-e élni ezzel a lehetőséggel valaki? Úgy tűnik, hogy nem. Akkor tovább haladunk, és szeretnék a két testületi ülés körül történt fontosabb eseményekről tájékoztatást adni. November 30-án a leköszönő Kazak nagykövettől Karcagváros nevében búcsúztam el. Ugyanezen a napon, 30-án rendezték meg a véradó köszöntését a Nimród Biohotelben. A rendezvényen részt vett Pánti Ildikó képviselőasszony. December 1-én a Karcagi Nagykun Református Gimnázium egészségügyi szakközépiskola és kollégium szalagavató ünnepsége zajlott a Dériné Kulturális Központban. Másodikán meggyújtottuk az első gyertyát a város adventi koszorúján, a Nagykunságért Civil Fórum Egyesület és a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár szervezésében. A Kossuth térre volt ugye a szervezetben itt a Városházán. A képviselőtestületből jelen volt a Kovácsné Kerekes Katalin, Pánti Ildikó képviselőasszonyok és jó magam. Harmadikán az Ipari Park tanács tartotta kihelyezett ülését Karcagon, az ülést én nyitottam meg. Hetedikén Mikulás futást rendezett a Dériné, a programmal egybekötve adományokat gyűjtöttek a rászoruló gyermekeknek. A városi önkormányzatot Kovácsné Kerekes Katalin képviselőasszony képviselte.
Ugyanezen a napon a Varró István szakiskola, szakközépiskola, általános iskola és kollégium szalagavató ünnepségére került sor a Dériné Kulturális Központban. 8-án megrendezésre került a 3. karcagi Szent Miklós napi disznótoros és házünkpálinka verseny a Szent Anna és Sámuel Gimnázium szakközépiskola és kollégium területén. A rendezvényt én nyitottam meg. Jelen voltak Kovács Sándor, Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál, Csányi Sándor képviselő és Kovács Szilvia alpolgármester asszony. 9-én meggyújtottuk a második gyertyát a város adventi koszorúján. A rendezvényen részt vettek Pánti Ildikó és Kovácsné Kerekes Katalin képviselő asszonyok. 11-én és 12-én karácsonyi mesemondó versenyen mérték összetudásukat az általános iskolás gyerekek a Csokonai könyvtárban. Nagyon-nagyon gazdag volt a program a szűk, rövid idő ellenére. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Javaslom, hogy a kis csúszás miatt gyorsabban pörgessük a napirendi pontokat. Elnézést kérek, hogy egy jó fél órás késéssel tudtuk kezdeni a testületülést, de nagyon komoly dolgokat kellett itt még a bizottságülésen megbeszélni, egyeztetni és javaslatot tenni. A munkákat ettől függetlenül precízen és pontosan fogjuk elvégezni. Első napi rendi pontunkra javaslom, hogy térjünk rá, amely egy tájékoztató a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár helyéről és szerepéről a város idegenforgalmában, különös tekintettel a Nagykun látogatóközpont működésére. Tisztelt jelenlévők, egy igen nagy, szertágazó munkát végző intézményünk beszámolójáról kaphatunk itt képet. Nagyon szép anyagot kaptunk készhez. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Pánti Ildikó képviselőasszony kér szót. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! Ezt a anyagot az Idegenforgalmi Külkapcsolati Bizottság napirendi pontként megtárgyalta a legutóbbi ülésén, és ugyancsak megtárgyalta az Oktatási Bizottság. És úgy, mint a bizottság tagja, illetve elnöke, néhány gondolatban szeretném gondolataimat közreadni, amely ott elhangzott, és summázva a következő megállapítást mondhatom el itt örömmel a képviselőtestület előtt. Az intézmény az összevonást követően a lehetőségek függvényében feladatát igyekezett szépen és jól ellátni. Sok értékes rendezvénnyel örvendeztetett meg bennünket, a város lakosságát, az intézményeket, civil szervezeteket. Nagyon eredményesnek ítélte, és az igazgatónő el is mondta az ülésen a látogatóközpontnak a működését, amely nagyon-nagyon népszerű a helybeliek, az iskolások között, az ide érkező turistáknak is nagyon sok érdekességgel és látványossággal szolgál. Jó az intézménynek, az oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel való kapcsolata. Szívesen járnak oda szakköré foglalkozásra, egyéb rendezvényekre, és én külön szeretném itt megköszönni, mert a bizottság ülésen, amikor téma volt a civil szervezeteknek a tevékenysége, működése, nagyon sok kívülálló szervezet mondta el és fejezte ki köszönetét az igazgatónő felé, illetve az intézmény felé, hogy milyen segítőkészek, nem csak a helybiztosításával, programok szervezésével, meg egyáltalán van hova menniük, főként ilyenkor télidőben, amikor esetleg a fűtéssel is gondok lehetnek. Tehát összegezve, én azt hiszem, hogy a város felé méltán nyitott és nyit az intézmény, fogadókészek, és én azt hiszem, hogy ezt a tevékenységet a továbbiakban tovább is kell vinniük, és még külön személy szerint is szeretném az igazgatónőnek személy szerint megköszönni, hogy évek óta nagyon jó kapcsolatot ápol az intézmény a Székelykeresztúri Nyugdíjas Egyesülettel, kölcsönös látogatások keretében minden nyáron ide utaznak
ők mennek Székelyföldre, tehát ez egy olyan bensőséges kapcsolat egymás családjának a megismerésével, azt hiszem, hogy ez mint testvérvárosi kapcsolatba beleillő program, és ezt is érdemes, és biztos, hogy tovább folytatják. Én az intézmény működéséhez, és mindaz, ami leírva vagyon, gratulálok, és bízva a továbbiakban hasonló szép eredménnyel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselőasszony, kiegészítését. Van-e további kérdés, hozzászólás, vélemény? Kovásné Kerekes Katalin képviselőasszony, igazgatóasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, jelenlévők. Az intézmény vezetősége és dolgozói nevében köszönöm szépen az elismerő szavakat. Valóban nagyon nehéz időszak áll a hátunk mögött, de úgy gondolom, hogy igyekeztünk a lehető legjobban helytállni a pénzszűkös időszakban is. Nagyon büszkék vagyunk, ugye kiemelten a látogatóközpontról szól a tájékoztató, nagyon büszkék vagyunk erre az intézményünkre, hiszen ez a legszebb intézményegység most nagyon szépen felújítva, akadálymentes, megközelíthető, nagyon szép az udvara, és már a városi rendezvények sorába is bekapcsoltuk, gondolok itt az augusztus 20-ához kapcsolódó kenyérszentelő ünnepre, illetve udvari muzsika rendszeres programként megvalósult a nyári szombatokon a látogatóközpont udvarán. Diákcsoportokat, baráti társaságokat is fogadtunk már, és bevisszük az embereket az udvarra, az attrakciós térbe, sok-sok élményt nyújtva ezzel. És ez egy kicsit kényszerhelyzet is, hiszen a bizonyos iskolai csoportoknak nem nagyon van anyagi forrás, hogy osztálykirándulásra városon kívülre menjenek, de így egy kellemes délutánt eltölthetnek nálunk is, és ezt a lehetőséget igénybe is veszik, és nagyon népszerűek ezek a rendezvények, amit nagy-nagy örömmel nyugtáztunk. És egy másik dologra szeretném fölhívni a figyelmet, ami a 8. oldalán található ennek a tájékoztatónak, hogy egy hiánypótló turisztikai kiadványunk jelenik meg hamarosan, január 15-én a következő soros testületi ülésen már mindenkinek átadhatjuk, most van nyomdában, amely a karcagi nevezetességeket mutatja be, háromnyelvű kiadvány, és a beszámoló, illetve a tájékoztató mellékleteként szereplő intézmények elérhetősége, adatai is szerepelnek majd benne, és ez összefogással valósult meg, hiszen a Karcagért Közalapítvány támogatta, illetve a hirdetők is segítettek ennek megjelenésében. Már alig várjuk, hogy mindenkinek odaadhassuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Van a további jelentkezés? Hasonlóképpen Pánc Édikó képviselőasszony, az én is szeretném megköszönni az írott anyagot is, a nagyon precíz tájékoztatót, illetve az elvégzett munkát, amit nem csak írásban, hanem személyesen is megtapasztalhat minden odalátogató. Ha nincs további kérdés, hozzászólás, vélemény, akkor szeretnék gratulálni igazgatóasszonynak, kérem, hogy munkatársainak is adját a üdvözletünket és serkentsőket további jó munkára. Tudunk-e szavazni? Aki tudja támogatni a tájékoztatót, jelezze igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Második napi rendi pontunk, előterjesztés a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezethez. Tisztelt képviselőtestület, törvényi előírás, hogy gondoskodjunk erről, ha az idejében nem tudjuk elfogadni a költségvetésünket, már pedig nem fogjuk elfogadni a korábbi évekhez hasonlóan a következő esztendőben kerül erre sor. Eddig szükséges átmeneti gazdálkodásról döntenünk. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás? Szerintem mindenki tudja, hogy mivel jár ez a eljárás, költségvetés elfogadásáig. Aki tudja támogatni, jelezze igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Harmadik napi rendi pontunk. Előterjesztés a Karcagvárosi
önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2012 önkormányzati rendelet módosításáról. A módosítás alapján összességében 77.798.000 forint bevételi és kiadási előirányzott növekedést tartalmaz a tervezet. Vitára bocsátom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Könyvvizsgálói jelentés is csatlakozik az előterjesztéshez. A jelentkezés időrendi sorrendjében Karcagi Nagy Zoltán bizottsági elnök úrnak adom meg a szót. Tessék, parancsolj! Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, kedves televízió nézők. Az intézmények gazdálkodásában most az év végén szemmel látható, hogy beérett az a takarékossági intézkedés, amelyet önkormányzatunk meghirdetett, és örömmel mondhatom, és ez a pénzügyi bizottságon is elhangzott, hiszen tegnapi napon tárgyalt erről a bizottságunk, hogy megtakarítások is láthatók az intézményeknél, és nagyon tudom, hogy ez a rendkívül szigorú és odafigyelő gazdálkodásnak az eredménye. Rendkívüli odaadást igényel, és tudom, hogy nagyon sok munkával jár, intézményvezetőknek szeretném megköszönni az erre való odafigyelést, valamint az intézmények valamennyi kedves dolgozójának, hogy megértették ezt az önkormányzati kérést, ezt az irányvonalat, és nagyon-nagyon takarékosan vitték végig a 2012-es évet, hiszen már itt vagyunk az év vége fele. Könyvvizsgálat is készült természetesen a módosításhoz, nem tapasztalt hiányosságot a könyvvizsgálat, az előterjesztés és a költségvetési rendelet tervezetet a képviselő testület által történő tárgyalásra és a tárgyalás alapján rendelet alkotásra alkalmasnak tartja, írja ezt Nagyné Győri Sára Emma, kamarai tag, könyvvizsgáló. A bizottság elfogadta a költségvetési módosítást és a testületnek elfogadása ajánlja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dr. Kapusi Lajos kér szót. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak, tisztelt jelenlévők. Mint már ilyenkor minden alkalommal ezt a napi rendet is, miután költségvetésről szól, a költségvetési intézmények érdekegyeztető fórumon megtárgyalta, és egyetlen egy nem szavazattal elfogadásra ajánlottak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen képviselő urak szóbeli kiegészítését. Van-e további jelentkezés? Ha nincs, akkor döntsünk. Biztos vagyok a szavazás végeredményében, de azért kérem, hogy jelezzük készfeltartással, aki tudja támogatni. Igen, nem, tartózkodás. 9 igen, 2 nem ellenében az előterjesztés elfogadásra került. Köszönöm szépen. Így legyen lottó ötösöm. 4. napirendi pontunk következik, előterjesztés. A Karcagváros önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakáshelyára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított Karcagvárosi önkormányzat képviselőtestületének 1/1994 rendelete módosításáról. Szép hosszú címe van és tartalmas is ez az előterjesztés. A helyiségbér mértékét fogjuk szabályozni ezzel a döntéssel. Mind a GTT, mind a szakbizottságok, így a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság, valamint a Ügyrendi Bizottság is azt javasolja, hogy a 2013-ban 6%-os bérleti díj emelésre és az ennek megfelelően történő bérleti szerződés módosításokra tegyünk javaslatot. Vitára bocsátom a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás? Ez a mérték, ez abszolút ilyen infláció követő mérték. Ha nincs kérdés, hozzászólás, szavazzunk. Aki tudja támogatni, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 5. napirendi pontunk, előterjesztés a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló többszörösen módosított 36/2002 rendelet módosításáról. Ezt is bőségesen átvágta mind a gazdasági tanácsadó testület, mind a szakbizottságok a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Javaslata alapján.
két lépcsős emelésről döntött a maga GTT is, és ezt javasolja a szakbizottság is. Ez szerint 2012. december 1-től bevezetése kerül egy 15%, illetve bevezetése került egy 15%-os emelés, majd következő év január 1-től újabb 4,2%-os emelésre kerül sor. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Nagyon sok mindent kellett itt figyelembe venni, természetesen nem szívesen él azzal a lehetőséggel egyetlen önkormányzat, így a karcagi képviselőtestület sem, hogy díjat emeljen, de az árak, a költségek növekednek, nyilvánvalóan az, ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a hulladéktelepünket, az hosszú éveken keresztül tudjuk még működtetni, egy ilyen mértékű díjemelésre mindenképpen szükség van. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Szavazzunk, aki támogatja, jelezze. Igen, nem, tartózkodás, 9 igen, 2 tartózkodással, az előterjesztés elfogadása. Bocsánat. Lassabban fogom mondani a következőben, vagy gyorsabban tessenek a kezeket emelni. A 9 igen, 2 nem. Tessék? Én attól nem félek. 9 igen, 2 nemmel az előterjesztés elfogadásra került. Köszönöm szépen. 6. napi rendi pontunk előterjesztése, a haszonbérbe adott külterületi termőföldek 2013. évi haszonbérleti díjának mértékéről. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, itt is döntenünk kell. Javaslom, hogy a haszonbérleti díj összege 38.000 forint per hektár mértékkel számolva kerüljön megállapításra a következő esztendőben. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás? Nyilvánvalóan itt is egy emelés történt, eddig más módon alkotta meg a szabályzatát a képviselőtestület, most változtatunk ezen. Reméljük, hogy a fizetési kedv ettől függetlenül nem fog változni. Tehát még egyszer mondom, 38.000 forint per hektár per év. Aki tudja támogatni, jelezze. Igen, nem, egyhangulag fogadta el a képviselőtestület. Köszönöm szépen. 7. napi rendi pontunk előterjesztés. Felhatalmazás a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás módosítására. A járási hivatal megkezdi a működését január 1-én. Addig még nagyon-nagyon sok mindent kell elintézni, és ahhoz, hogy könnyebb legyen a különböző szabályok, helységek kialakítása, mindenképpen egy szabadabb kezet kell, hogy kapjon a jelenlegi polgármester, ezt tartalmazza az előterjesztés. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás? Aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm. 8. napi rendi pontunk, tájékoztató a karcagi többszínű kistérségi társulás működéséről, eredményéről és célkitűzéséről. Egy nagyon szép anyagot kaptunk készhez, ebben minden megvan, ami érdekelheti a tisztelt képviselőtestületet, és egy nagyon szép képet kaphatnak az elvégzett munkáról. Én már most gratulálok Lőrinc Mária irodavezetőasszonynak és a három munkatársának, valóban még egy plusz munkát végeznek a gazdálkodás vitelén túl a kistérségi társulás gardírozásával. 5 település tartozik a kistérséghez, tetszenek tudni, és 3 alapvető feladatot kell ellátni, közoktatási feladatot, egészségügyi feladatot és a gyermekek átmeneti otthonának kialakítását és működtetését. Ezen kívül még nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozik a karcagi többszínű kistérségi társulás, és még annyit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy a települések polgármestereivel valóban nagyon szépen összhangban lehet dolgozni, és valószínűleg ez is segítette azt a
eredményt, amit elértünk az évek folyamán. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás? Tessenek jelentkezni, ez egy nagyon szép téma, ajánlom mindenki figyelmébe. Ha nincs jelentkezés, akkor szavazzunk, aki támogatja a jelentkezést. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadjuk el. 9. napirendi pontunk, előterjesztés a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladat ellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás megkötésére. A megállapodást legkésőbb 2012. december 15-ig meg kell kötni. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás? Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem. 9 igen, 2 nem, mert a képviselőtestület elfogadta az előterjesztést. 10. napirendi pontunk. Előterjesztés a Karcag Városi Önkormányzat Közoktatási Intézményének alapító okiratának módosítására. 4 darab határozati javaslattal fogunk találkozni. Jogszabályi változások miatt kell ezeket a módosításokat megtennünk. Vitára bocsájtom a napirendet. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor döntsünk a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosításáról. Aki tudja támogatni, jelezze, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Elnézést, de itt sokat kell lapozni. Döntsünk a Karcagi Általános Iskolai Központ alapító okiratának módosításáról. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. A Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény alapító okiratáról döntünk. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. És végül a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról, meghatározásáról döntünk. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Ez volt a 10. 11. napirendi pontunk. Előterjesztés a köznevelési intézmények működési támogatásáról. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! A képviselőtestület korábban már döntött arról, hogy az oktatási intézményeket, annak működtetését átadja az állam számára. Takarékossági okok miatt. Azt is tudtuk természetesen, hogy az nem fog ingyen menni, és jött is a hír, hogy mennyivel kell támogatnunk továbbra is az intézmények működését, az anyagban található ez az összeg, ami a 2013. január 1 és 2015. augusztus 31-i időszakot öleli föl. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás? Dr. Lukács László képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Nagyon rövid lesz a kérdés. Polgármester úr, igaz-e, hogy ez egy évi 198 millió forintos ultimátumot tartalmaz az önkormányzat felé ez a határozat, amit el kell fogadnunk, ami az államtól érkezett, és ami ebben az esetben az önkormányzat kasszáját fogja terhelni? Köszönöm szépen. Hát én semmiképpen nem értékelem, úgyhogy ez egy ultimátum lenne, hogyha saját magunknak kellene ezeket az iskolákat működtetni, akkor jóval többe kerülnének, tehát így még mindig jobban jár az önkormányzat. Tehát pontosan két ok vezetett bennünket, ezt tudja mindenki nagyon jól, hiszen korábban tényleg volt erről tárgyalás. Egyrészt úgy döntött a képviselőtestület, hogy azért adja vissza a működtetését az államnak, mert ha már ott van a szakmai felügyelet, akkor legyen a működtetés is az államnál. A másik az, hogy mindenképpen tudunk ezzel takarékoskodni is. Mind a kettőt sikerül ezzel elérni. Ez az összeg nem kevés,
Most ennek fényében lehet aztán látni, hogy a korábbi években milyen sok pénzt fordított az önkormányzat az oktatás intézményeire, és milyen terhet jelentett ez a város számára. Ezt semmiképpen nem érzem ultimátumnak. Kovács Sándor képviselőnek adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Én mindig azt hiszem, hogy a karcagi önkormányzati ülésen az ember már nem csodálkozik rá semmire, de én rácsodálkoztam dr. Lukács László képviselőtársam megnyilatkozására. Ezek szerint ő nem sejtette, hogy az önkormányzatok évtizedékig azt a normatívát, amit az államtól kaptak közoktatásra, ezt minden évben kiegészítették, mérettől függően karcag több százmillió forinttal. Én csodálkozom, hogy most döbbent rá erre a dologra, hogy a közoktatáshoz egy önkormányzat pénzt fordított, és valószínű, hogy ezután is ez lesz. Ez két év önkormányzati képviselőség, úgy látom, hogy ez kevés volt, hogy rájöjjön valaki arra, hogy a költségvetést elolvasva rájöjjön arra, hogy kisebb-nagyobb mértékben támogatja, és régebben is támogatta a kormány az önkormányzati oktatást, az oktatási intézményeket. Volt, amikor ez 80%, volt, amikor szinte 70% alá ment ez a támogatás, és mindig az önkormányzat tette hozzá a maga megfelelő összegét, és ezután is az állam kér hozzá kiegészítést az önkormányzatoktól. Én egy kicsit rácsodálkoztam, hogy ez az információ új volt képviselőtársamnak, hiszen minden évben a költségvetésben ezek a számok, ezek az összegek szerepeltek. Köszönöm, polgármester úr! Köszönöm szépen, ez teljesen így igaz, sőt, nem folytatta képviselőtársam, de bizony volt ez olyan is, amikor 50% alá csúszant, és az önkormányzatunknak ez komoly nehézségeket okozott, ezért is volt szükség bizonyos hitelek felvételére például, hogy fent tudjuk tartani ezeknek az intézményeknek a működtetését, tudjuk támogatni őket. Andási András képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester. Ezzel kapcsolatban annyit kérdeznék is egyúttal, hogy ez a közel 200 millió forintos összegről beszélünk, tehát 198 millió forint. Ez megoszlik, ha jól tudom, ugye ebből 98 millió forint az a nemrég a megyétől hozzánk került intézménynek a működési költsége. Az a maradék 100 millió forint körüli összeg az, ami gyakorlatilag itt az intézmények működési költségét fedezi. Jelen pillanatban, illetve a múlt évi költségvetés erre 120 millió forintot rendelt, és ha jól emlékszem, ennyiből sikerült is működtetni. Itt a nagy gond az, hogy most egy megyei intézmény került gyakorlatilag működtetés céljára a városhoz. Csúnyán fogom kifejezni magam, a város nyakára. Tehát így egy kicsit másabb azért a leányzó fekvése, tehát ha ezt úgymond a kormány nem döntései nem úgy hozták volna, hogy ez ide kerüljön, akkor a város még mindig vidáman gazdálkodik, idézőjelben ezt a vidám szót, és nem terheli 200 millió forint a kasszáját. Továbbá, ha nem nevezzük ezt ultimátumnak, de diktátumnak nyugodtan, ugyanis ha ezt figyelmesen elolvassuk, akkor itt nincs kibúvó. Tehát ezt nem lehet kikerülni. Tehát vagy vállalunk 200 millió forint fizetést, vagy még nagyobb összegért működtetünk egy ránk testált plusz intézményt is. Azt mondanám, hogy ez így egy kicsit nem korrekt, különösen, ha úgy tekintjük, hogy a bevételeit az önkormányzatoknak viszont megnyírmálja a kormány. Kérdezném, hogy mennyivel csökken például a személyi jövedelemadó bevétele az önkormányzatnak? Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem a megyétől kaptuk már, a megye nem működtette ezt az oktatási nevelési intézményét. A magyar közoktatásnak az átszervezése folyamatban van. Ez bizony olyan lépésekkel is járhat, ami nem biztos, hogy most hirtelen kedvezőnek tűnik, de ha beáll ez a rendszer, akkor mindenképpen úgy lehet alakítani, hogy a javunkra fordítsuk azt, hogy visszakaptuk ennek az intézménynek a
működtetési lehetőségét. Valóban ez egy többletköltséget jelent számunkra. Még mindig azt mondom, hogy nem diktátum, hiszen lehet választani. Lehet a több, a költségesebb, saját magunk által finanszírozott működtetés között, meg az állami működtetés között választani. Én úgy gondolom, hogy bölcsen döntünk akkor, hogyha a olcsóbbat, a kevesebbe kerülőt választjuk. Még akkor is, hogyha ez természetesen nincsen ingyen, semmi nincs ingyen. Van-e további kérdés, hozzászólás, vélemény? Dr. Lukács László képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, csak annyiban reagálnénk az előzőekre, hogy valóban képviselőtársamnak egyébként igaza van. Komoly forráselvonások vannak. Én úgy gondolom, hogy amit említett, hogy az SZIA-nak mennyi része marad itt, illetve még kimaradt az is, hogy a gépjárműadóból hány százalékban fogunk részesülni. Ez korábban, mintha nem így lett volna. Valami komoly változás van. A polgármester azt mondta, hogy a közoktatás átformálása, vagy átalakítása folyik. Hát látjuk, a felsőoktatásban is jó keményen belekezdtek ebbe. Most, ha valaki nézi a tévét, akkor ennek láthatja a végeredményét. És akkor még azokat a mellékzöngéket nem is néztük meg, hogy mi lesz azokkal az alkalmazottakkal, akik most ugye nem önkormányzati, hanem majd állami dolgozók lesznek. Nyilván nem a mi dolgunk ezt eldönteni, de sajnos helyben lakó polgárokról van szó. A másik, amit ezzel kapcsolatosan el szerettem volna mondani, hogy ezek komoly költségek, amikben most a város veri magát, és lesz itt majd talán még olyan napirendi pont, hogyha szépen hozzáadogatjuk ezeket a hiányokat, és megnézzük azt a mérleg főösszeget, hogy hogy áll mondjuk a város költségvetés, és hogy mekkora lesz az a tervezett hiány, amivel már most neki kell futni ez alapján a költségvetésnek. Hát úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly kihívás áll a város előtt, és a múltkor, nem is olyan régen, kb. 11 pár nappal ezelőtt elmondtam, hogy ez egy szűk esztendő lesz, és még vele se kezdtünk. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy szűk lesz. Nem tudok erre okosabbat mondani, a kormány kivette a város zsebéből 898 millió forintot ezzel. A korábbi forrásoknak az elvonásával, csökkentésével, meg ezzel a 198 millióval. Tudom, hogy ez önöknek rendkívül kellemetlen. Higgyék el, ha a Jobbik kormánya lenne és ugyanezt csinálná, azt hiszem, én itt tajtékoznék a padsorokban. Köszönöm szépen. Hát erre mindenképpen kíváncsi lennék. Én azt javaslom, hogy ezt a vitát a költségvetési napirendi ponttal majd akkor vitassuk meg, addig még nagyon sok minden történhet. Én a felsőoktatásban látható nehézségek ellenére úgy gondolom, hogy meg fognak tudni egyezni, de ez most nem tartozik ehhez a napirendi ponthoz természetesen. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, minden átalakítás jár érdeksérelmekkel, ezt tudomásul kell venni. Pénzbe is kerül ahhoz, hogy egy rendszer átalakuljon, és a későbbiek folyamán esetlegesen olcsóbban tudjon működni, ahhoz mindenképpen először bele kell fektetni erőt, anyagi javakat, stb. Tehát az, aki úgy gondolja, hogy ez úgy simán, ingyen meg lehet tenni egy országos rendszer átalakítását, az nagyon, nagyon naívnak kell, hogy tartsam. Bizony most vérvesztességgel jár. Ahhoz, hogy a későbbiek folyamán legyen az oktatás, legyen az a járások kialakítása, tehát a közigazgatás átalakítása, biztos, hogy most egy kis többletforrást igényel, de az is szemmeggyőződésem, hogy meg fog térülni. Egyébként valóban alkalmazkodnunk kell, nyilván a törvények ránk is vonatkoznak, törvénytisztelő módon. A lehető legjobb utat szeretnénk választani, hogy a költségvetés a lehető legkevésbé sérüljön. Az oktatási intézményben dolgozó emberekkel a világon semmi nem fog történni. Minden ugyanúgy marad, mint hogyha mi sem történt volna. Van-e további jelentkezés? Ha nincs, akkor szavazzunk erről a napirendi pontról név szerint. Olvasom a névsort, tessenek a véleményeket hangosan, érthetően kinyilvánítani. Molnár Pál, Kovács Sándor, Kovácsné Kerekes Katalin, Gyurcsek János, én igennel szavazok, Karcagi Nagy Zoltán, Csányi Sándor, Pánti Ildikó, Andrássy András,
dr. Lukács László, dr. Kaposi Lajos. Köszönöm szépen. 9 igennel, 2 nem ellenében az előterjesztés elfogadásra került. 12. napi rendi pontunk. Előterjesztés a Karca Kálvin út 5 szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapításáról szóló 143/2012 KT számú határat módosítására, valamint az ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megkötésére. Az előterjesztés egyértelmű, 2 darab határati javaslatról kell döntenünk. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Jelenkezést nem látok. Így elsőként a Karca Kálvin út 5 szám alatt ingatlan pályázat útján történő értékesítésére kiírt pályázat eredményeknek megállapításáról szóló határat módosításáról döntsünk. Név szerint Molnár Pál, Kovács Sándor, Kovácsné Kerekes Katalin, Gyurcsek János, én igennel szavazok, Karcagi Nagy Zoltán, Csányi Sándor, Pánti Ildikó, Andrássy András, dr. Lukács László, dr. Kaposi Lajos. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangúan fogadtuk el az első határozatot. Döntsünk a Karca Kálvin út 5 szám alatti ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megkötéséről. Ugyancsak név szerint. Ez nem. Ezek szerint ez nem. Köszönöm szépen. Akkor készfel emeléssel, aki tudja támogatni, jelezze. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 13. napirendi pontunk, előterjesztés a 292/2012 KT számú határozatból adódó feladatok végrehajtására. Tisztelt képviselőtestület, a következő év elsőjétől a Városi Önkormányzat fenntartásába kerülő Győrfi Istvánnak a múzeum működtetéséhez a képviselőtestületnek el kell fogadni az intézmény alapító okiratát, valamint dönteni kell arról, hogy a jelenlegi igazgató úr 2013. január 1-től továbbra is elláthassa az intézmény vezetését. 2 határati javaslat van, ennek megfelelően vitára bocsájtom a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor a György Fischer Nagykó Múzeum alapító okiratának meghatározásáról döntünk. Aki tudja támogatni, jelezze igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Döntsünk a 292/2012 KT számú határatból adódó feladatok végrehajtásáról. Aki támogatja, jelezze igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 14. napi rendi pontunk. Előterjesztés a Karcak-Kendres Bánhalban víziközmű beruházási társulás által benyújtott pályázathoz kapcsolódó EU önerő alap támogatás megelőlegezésére. Tisztelt képviselőtestület, a támogatás utólagos elszámolású, így a társulásnak a számla önerejét 230.645 forintot meg kell előlegezni, illetve megelőlegezzük, ha elfogadjuk az előterjesztést. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha támogatjuk, jelezzük, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 15. napi rendi pontunk. Előterjesztés a Karca Tiszta út 6 szám alatti lakás a Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete részére nem lakás céljára történő bérbeadásának meghosszabbításáról. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás? 2014. december 31-ig történne ez a meghosszabbítás. Ha támogatjuk, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 16. napi rendi pontunk, előterjesztés a Karcag Ohio tér 2 szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázat útján történő bérbeadásáról. Korábbi bérlő visszaadta ezt a
helyiséget javaslom, hogy pályáztassuk meg. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, szavazzunk. Igen, nem, egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm. 17. napi rendi pontunk. Előterjesztés Csombordi Istvánné, Karca Kátai Gábor út 52 szám alatti lakosnak a 17.881 kötőjel 2 per 2012 számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról. Az ülés előtt elején jeleztem, hogy a 17. napirendi pontunktól a 23. napirendi pontig zárt ülés keretében tárgyal a testület. Kérem kedves vendégeinket, hogy az átülés időjére legyenek szívesek a folyosón tartózkodni. 24. napirendi pontunk a pótnapirendi pont előterjesztés, a Karcagvárosi Gyógyvízű Termálfürdő fejlesztésére irányuló EAOP kötőjel 2.1.1 per A kötőjel 2F kötőjel 2009-00-07 azonosító számú pályázat megvalósításához várhatóan szükséges további tagi kölcsön biztosításáról. Tisztelt képviselőtestület, nagyon fontos, hogy ebben a problémában tudjunk dönteni, az idő köt bennünket, és a fürdő további építéséhez mindenképpen szükséges az, hogy komoly lépéseket tegyünk. Azért is húzódott a testületülés kezdési időpontja, mert a szakbizottság ezt nagyon-nagyon komolyan tárgyalta meg. Több időt vett igénybe az előterjesztés megtárgyalása, mint amennyire gondoltunk, de mindenképpen célszerű alaposan átvágni és megvitatni ezt az előterjesztést. Kérdezem a bizottság elnökét, hogy mit döntött a bizottság. Harcadi Nagy Zoltán képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselők. A karcagi strandfürdő helyzete most egy nagy megoldandó probléma az önkormányzatunk számára, a város vezetése számára. Viszont ezt a problémát szeretnénk mindenki előtt nyitottan, láthatóan, nyilvánosan megoldani, és azt a munkafolyamatot véghez vinni. Ez szolgálta, én úgy gondolom, az a bejárás, amelyre minden képviselő és több szakember, városvezetői, a projekt vezetője, a műszaki, független műszaki ellenőr meg volt hívva. Ezt követően másnap reggel, azt hiszem, hogy mindannyian emlékszünk rá, egy nagyon alapos megtárgyalása, kivesézése volt a problémakörnek, tehát a fürdővel kapcsolatos beruházásnak. Azóta újabb pénzügyi bizottságon találkoztunk a problémával, és a mai testületű ülés előtt is megtörtént a szavazás erről az előterjesztésről, ami tulajdonképpen egy ígérvényt tartalmaz. Amiről most szavazunk, ez nem más, mint egy ígérvény, amire, ha véletlenül szükség lesz, akkor kell igénybe vennünk, amennyiben nem lesz rá szükség, akkor természetesen ez csak egy biztosítékként szerepel ebben az ügyben. Ezért ezt a 172.646.681 forintos ígérvényt a Pénzügyi Fejlesztés és Mezőgazdasági Bizottság mai ülésén támogatta ennek a biztosítását, és a testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Van-e további kérdés? Hozzászólás, vélemény? Nandás András képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Az én meglátásom az, hogy ez egy igen kockázatos dolog. Én azt hittem, hogy eddig igazániból itt strandfürdő építése és beruházása folyik, de itt úgy látszik csak probléma van. Na, az én meglátásom az, hogy itt javasolnak 172 millió forint milyen, nem is tudom, biztosítási alapot, vagy bárminek nevezzük. Megkérdőjelezve ezzel... Képviselő úr, bocsánat, akkor én mondom, hogy mi ez. Ahogy az imént elhangzott, ez egy ígérvény arra, hogy bekerül ez az összeg a 2013-as év
2013 évi költségvetésbe. Igen. Ez az ígérvény. Igen, ez egy ígérvény, amit be kell tartani akkor, hogyha ez a pénz elköltésre is kerül. Honnan lesz rá pénz? Mert egyenlőre az láthatatlan. Másik kérdésem, ami fölmerül ezzel kapcsolatban, hogy a független szakértő megállapítja, hogy a befejezéshez szükséges még 335 millió forint. Itt a különbözet gyakorlatilag a rendelkezésre álló, most levívható összeg a 162 millió forint, és ennek a különbözete gyakorlatilag ez a 170 millió forint, ami ígérvényként kell, hogy megjelenjen a következő évi költségvetésbe, ahhoz, hogy befejezésre kerülhessen a projekt. Kérdezem én, hogy téved a független szakértő? Téved? Mert ezek szerint téved, mert úgy tervezzük, hogy ezt 162 millióból meg tudjuk majd valósítani. Vagy a szakértő mégsem szakértő, vagy valami nagyon nem stimmel. Tudnélik, hogyha ezt hozzá kell tennünk, ezt a 172 millió forintot, miből fogjuk hozzátenni? Ez úgy gondolom jogos a kérdés. Legalábbis nekem pénzügyi bizottságon erre nem tudott válaszolni senki. Egyenlőre nincs rá forrás, nincs rá fedezet. Továbbá én nekem fölmerültek olyan problémáim is ezzel. Nyilvánvalóan nem egy szakember vagyok ezen a téren, de azt látom, hogy nem az az időszakot éljük, amikor a legalkalmasabb az időjárás egy ilyen jellegű beruházásra. Pontosan látható az, hogy bizony nagyon zord idők következnek. Pontosan tudjuk azt, hogy ilyenkor nagyon nehéz egy ilyen kivitelezési munkát befejezni. Tudom azt is, hogy a határidő szorít, de mi van, hogyha mégsem? Tehát tételezzük fel, hogy előfordul. Tudom, én egy abszolút negatív ember vagyok, és csak a rosszat látom, meg a rosszat vetítem elő, de ha nem gondolunk ezzel, akkor gondatlanok vagyunk, és nem szeretném. Tehát mi van, hogyha itt mínusz 10-20 fokos időjárás lesz január-februárban? Az nyilván lehet a munkálatokat olyan extrém körülmények között is folytatni, csak az jelentősen megnöveli még ezt a költséget is, amit itt a független szakértő megállapított. Azzal számolunk-e? Jó, lehet, hogy szerencsés esetben ez egy kisebb összeg lesz, de még mindig kérdezem, hogy hol a forrás rá. Azt látom, hogy egy nagyon nehéz helyzetben van az önkormányzat. Elkezdtünk egy beruházást, komoly pénzek kilettek rá fizetve, van egy készültségi fok, az eredeti állapotot nyilván nem lehet visszaállítani, be kellene fejezni. Van egy elég komoly határidő, ugye április 20-a, ha jól emlékszem, 23, köszönöm szépen a segítséget. Tehát április 23-a, amikor átadást kell prezentálni, ha ekkora nincs átadás, akkor egyösszegű visszafizetésekre kényszerül az önkormányzat. Annak az összegnek is, amit az közben elvégzett munkák kifizetésére valószínűleg hitelből vagy bármilyen más forrásból hozzájut az önkormányzat. Ez a visszafizetésre kerülő összeg nagyon komoly és nagyon hatalmas összeg. Tehát mondhatom úgy, hogy Damoklesz kardja lemveg az önkormányzat feje fölött. Én minden esetre fenntartással vagyok itt ezzel a dologgal, és azt mondom, hogy keresni kellene alternatív megoldást ezzel kapcsolatban, vagy jóval nagyobb biztosítékrendszert kiépíteni. Továbbá a folyamatosan érkező információk, ez a két pénzügyi bizottsági gyűlésen elhangzottakból indulok ki. Az elmúlt testületi ülésen én már jeleztem, hogy kérném egy vizsgálóbizottság felállítását ezzel az üggyel kapcsolatban. Én ezt most újra kérném, mert egyre több olyan információ van, ami én úgy gondolom, hogy ennek a abszolút jogosságát fenntartja. Én nem hiszem, hogy lehet felelőtlenül bánni itt 100 milliókkal, és most nagyon úgy tűnik, hogy ebben az esetben ez történt. Minden esetre
az, hogy most nyilvánosság előtt zajlanak dolgok, és a folytatása, a befejezése ennek a strandfürdő beruházásnak abszolút a nyilvánosság előtt zajlik. Ez egy örvendetes dolog, de eddig nem ott folyt. Én azt mondom, hogy legyen az is nyilvános, és hogyha valakik valahol hibáztak, annak a hibának legyenek következményei. Ne legyen ez az ország egy következmények nélküli ország, de a város se legyen egy következmények nélküli város. Tehát ha aki hibázott, az viselje ennek a következményét és a felelősségét is. Én ezért kérem még egyszer polgármester urat, hogy igenis hozzuk létre ezt a bizonyos vizsgálóbizottságot. És ez nem arról szól, hogy most itt feltétlenül számonkérést, elszámoltatást, vagy akármiről van szó. Itt nem. Egyszerűen arról van szó, hogy igenis itt tisztába kell tenni ezt a dolgot, tisztába kell úgy tenni, hogy mindenki lássa, hogy mi történt és mi van. Köszönöm. Tisztelt képviselő úr, ha ezt valaki végighallgatja, elég rémisztőnek tűnhet a történet. Én azt szeretném kérni tisztelt képviselő úrtól, hogy tessék alaposan utána nézni. Ez egy olyan koktél, egy olyan mix volt, ami itt elhangzott, aminek a fele nem igaz, a másik része csúsztatás vagy ferdítés. Nagyon-nagyon el is tetszett kanyarodni az alap az előterjesztésben a napirendi ponton, mert itt már a számonkérés is benne voltak a műszaki problémák, stb. Itt arról kell döntenünk, hogy egy bizonyos összeget a következő évi költségvetésbe beépítsünk-e vagy se. Ez egy nagyon komoly összeg, ez természetes dolog. Én abba értek egyet képviselő úrral, hogy mindig a legrosszabbból kell kiindulni. Ez volt az egyetlen egy dolog, amit be egyet tudtam érteni, megmondom őszintén. Kíváncsi vagyok arra, hogy most képviselő szerint ezt a beruházást befejezze a város, vagy se. Mert ebből nem derült ki, amit ön mondott, mert egyfelől azt mondja, hogy ez nagyon kockázatos, nagyon nagy összeg, stb. Ami azt a gondolatot hozza elő bennem, hogy akkor most már hagyjuk ezt. A másik oldalon meg azt mondja, hogy igenis szükség van erre a beruházásnak a befejezésére. Akkor most el kellene dönteni, hogy igen vagy nem. Maradjon így, vagy valóban az élet nem kockázat nélküli dolog, egyfelől a másik meg az, hogy okosan tervezze, lehet, hogy ezből a pénzből még meg is tudunk takarítani, nem kell ennyi ekkor összeget ráfordítani, befejezzük-e ezt a beruházást. Én mindenképpen amellett vagyok, hogy kerüljön befejezésre. És döntse el a képviselő úr is, hogy most melyiket szeretné támogatni. És majd ezt nem most, mert még egyszer mondom, nem ez a témája már, de el kellene dönteni, és azt szerint kellene cselekedni. Illetve dönteni. Az, hogy egy összegbe kell visszafizetni, ezt nem tudom onnan vette képviselő úr, az megint egy ilyen kitaláció volt, és nagyon kérem, hogy ezzel ne riogassa a nézőket, a hallgatóságot, mert ilyen nincsen. Nyilvánosság előtt, hát abszolút nyilvános, ha valami nyilvános, az a fürdő beruházás aztán nyilvános, hiszen közben ott fürdenek az emberek, mindenki láthatta, minden adat a tisztelt jelenlévők, a képviselőknek meg főképpen rendelkezésre állnak. Én nem tudom, hogy milyen umbulda dolgot feltételez képviselő úr. Semmi nincs ebben. Az, hogy most egy pótbizottságot felállítsunk, utána még egy harmadik, még egy negyedik bizottságot, a világon nem látom semmi értelmét ennek a bizottságosdinak. Az kell, hogy szépen most már a Tempero kilépésével saját kezünkbe vegyük a beruházás befejezését, és valóban szakszerűen tegyük a dolgunkat. Én nagyon örültem volna, hogyha a Tempero is úgy teszi, bevallom őszintén, nem tette úgy. De hát ezt nem tudhattuk előre, mert ezt már ezerszer elmondtam. Kovács Sándor képviselő úrnak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, ritka alkalom ez a mostani
hogy András András képviselő úr pártjára kell állnom, őt kell pártolnom abban a helyzetben, hogy polgármester úr kategórikus. De én látom András András képviselő úron a megértés szándékát. Meg akarja érteni ezt a helyzetet, meg akarja ismerni ezt a helyzetet, és nagyon fontos ez a dolog, mert tényleg úgy hozhatunk jó döntést, ha ismerjük minden apró részletét ennek a bonyolult beruházásnak. Bizonyára sok képviselőnek sokan emlékszünk arra, hogy ki lett írva egy közbeszerzési pályázat. És amikor ez a jó hírű cég, mert azt kell mondani, hogy ez a Tempero cég, ez egy nagyon jó hírű cég volt, nagyon sok strandfürdőt jó minőségben befejezett itt az országba. Nagyon komoly referenciái is voltak. És sokan mondták azt, hogy nagyon olcsón vállalta. Ezt a munkát ennyi pénzből nem lehet megcsinálni, mint amennyiért vállalta. Azt mondták, hogy ezen veszteni fog, olcsóbban vállalt el, mint amennyiből, mondták a szakértők, a hozzáértők, mint amennyiből meg lehet valósítani. És aki műszakilag nagyon nem értett hozzá, az csodálkozott ezen, hogy nem hiszem, hogy egy vállalkozó nem vállalhat olcsóbban munkát, feladatot, mint amennyiben neki kerül. Kiderült, bebizonyosodott, hogy alulvállalta magát. Annyi pénzből, amennyire ő vállalta, nem tudta megcsinálni. Felszámolási eljárás kezdeményezett maga ellen, innen kezdődik a dolog, a megértésnek innen kezdődik a problémája. És igen, túlvállalta magát, olcsóbban vállalta, és ennyi pénz hiányzik belőle, nem biztos, hogy ennyi pénz. A szakértők most sokkal óvatosabbak, hiszen mondják azt, hogy aki egyszer megégette a száját, a hideg bögrét is fújja. Úgyhogy most a szakértők, én szerintem most egy kicsit átestek a ló túlsó oldalára, és most felülbecsülték azt, amit annak idején, egy pár évvel ezelőtt alulbecsültek. Tehát nagyjából ez a beruházás a reális árán fog megvalósulni, csak közben tönkre ment egy jó referenciákkal rendelkező cég, aki nekünk azt ígérte, hogy ennyi pénzből is meg tudja oldani a munkát. És még egy nagyon rövid hozzászólás, lehet, hogy meg is tudta volna ennyi pénzből oldani a munkát, ha hagytuk volna, hogy úgy csinálja, ahogy csak ő akarta. De mivel elég szoros ellenőrzése volt ennek a cégnek, nem nagyon tudott spórolni sokat ezen a beruházáson. Hiszen nem kell ide messzire menni, volt itt olyan beruházás a közelben, a kisújszállási elkerülő útnak a beruházása, majd két éve közlekedünk rajta, csak hivatalosan nincs átadva, nincs kifizetve a vállalkozónak, mert ő is nagyon olcsón akarta megcsinálni. Azt hitte, hogy át fogják tőle venni, de az az idő már elmúlt, hogy ki lehet spórolni egy beruházásból azt, ami beletartozik. Tempero így járt, mi így jártunk, a Tempero elment, mi itt maradunk, nekünk be kell fejezni a fürdőt, és minél jobb minőségbe, minél hamarabb, és minél olcsón. De hát olcsó húsnak hég a leve, tehát arra is kell figyelni, hogy itt fogunk mi fürdeni, a karcagiaké lesz ez a fürdés, fejezzük be. Tehát én támogatom azt, hogy András András képviselő úr meg akarja ismerni ezt a történetet. És én kérem polgármester urat, kérem alpolgármester urat, hogy minden rendelkezésre álló adatot, mert jobb később, mint soha. Jobb később, mint soha megismerkedni ezzel a bonyolult helyzettel, és én látom benne a jó szándékot, és ezért én András András képviselő úr pártjára állok ebbe a dologba, hiszen úgy látom, hogy meg akarja ismerni, hogy hogy történt ez a dolog. Én kérném azt, hogy akár bejárása, több bejárása, milyen feladatok zajlanak. Szerintem ez egy nagyon érdekes és nagyon látványos beruházás. Adjon meg minden segítséget képviselő úr, hogy ismeresse meg képviselőtársunk ezt a beruházást, ennek a folytatását, pénzügyi hátterét, műszaki hátterét, milyen hidegben, hogy lehet dolgozni, tehát nagyon érdekes dolog. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. András képviselő úr kér szót. Köszönöm szépen ezt, úr polgármester úr. Egy nagyon rövid reagálást. Nem kívánok rémhírt terjeszteni, de akkor valószínűleg a projektmenedzsertől kaptam nem megfelelő információt, de én úgy tudom, vagy legalábbis nekem az jött le, hogy ha április 23-án nem kerül átadásra a strandfürdő, akkor bizony az addig lehívott összegeket vissza kell fizetni, mégpedig egy összegbe. Úgy a pályázati pénzt, úgy, mint a hitelt. Tehát én nekem ennyi jött le, ha ez nem így van, akkor elnézést kérek, de
az a gyanúm, hogy nem én tévedek ebben az esetben, tehát nem riogatok, ha április 23-án ez nem kerül átadásra, akkor bizonyít itt sok százmilliós fizetési kötelezettség jelenik meg a önkormányzat részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A projektmenedzserünk jelentkezik, Nagyné László Erzsébet, megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület, polgármester úr, jegyző úr. Az előttem szólókhoz szeretnék egy kicsit hozzáfűzést, illetve a kérdése, felmerült kérdésekre, vagy kérdőjelekre választ adni. És akkor hát abban a sorrendben, ahogy ez elhangzott, Andrássy András képviselő úrnak a felvetésére is, amit most itt megerősített újfent legutóbb, hogy milyen információt kapott tőlem, akár a pénzügyi bizottsági ülésen, akár a helyszíni bejáráson, amin jó magam is részt vettem, amit elnök úr említett is. Valóban igaz, hogyha jogosulatlan a támogatás igénybevétele, és jogosulatlan, és ezt így mondtam, a hitel, az ehhez kapcsolódó hitel igénybevétele, akkor azt vissza kell fizetni. Azt én egy szóval nem mondtam, hogy ezt az önkormányzatnak kell visszafizetni. Képviselő úr a hozzászólásában ezt kétszer is hangsúlyozta. A kedvezményezett ebben a beruházásban, hozzátéve, hogy nagyon örülök, hogy az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő kedvezményezett KFT-jét teljesen sajátjának tekinti, és ezt a beruházást még inkább sajátjának tekinti, nem az önkormányzatot terheli a visszafizetési kötelezettség, hanem a kedvezményezettet, a hitel igénybevevőjét. Tehát én ilyet soha nem mondtam, hogy az önkormányzatnak egy összegben vissza kell fizetnie. Az tény, megint csak, hogy az önkormányzat ennek a hitelnek a készfizető kezese. Az is tény, hogy a hitelhez ingatlan fedezetet az önkormányzat biztosított. Az megint csak tény, hogy a támogatáshoz ingatlan biztosítékot kértek, és ez maga a fürdőben folyó beruházási érték. Tehát nem a fürdő területe, a fürdő az az önkormányzat tulajdona. Szeretném elmondani, hogy attól, hogy igen kockázatos ez a dolog, amiben benne vagyunk, attól itt még strandfürdő beruházás folyik, folyt, és szeretnénk, hogyha folytatódna és befejeződne. A beruházás befejezéséhez úgy jelölte meg képviselő úr, hogy lehívható még 162 millió forint. Ezt pontosítani kellene, mert nem lehívható ez az összeg. A 162 millió forintnak USZKE 50%-a a támogatás. A másik 50% saját forrás részben, tehát 25% tagi kölcsön, 25% pedig MFB-re finanszírozású hitel. Tehát ez nem lehívható, ennek csak az 50%-a lehívható. Úgy tervezik, hogy 162 millió forintból meg fog valósulni ez a beruházás. Ezt valóban így tervezte az önkormányzat 2007-ben, amikor beadta első fordulóra ezt a pályázatot, akkor nem a 162 millió tervezte, hanem az 591,5 millió forintot, amihez 300 millió volt a saját forrás, és 291,5 millió forint a igényelt támogatás. Ugyanez maradt meg a pályázat második fordulójában is. Ugyanakkor, ugye a második fordulót követően, mikor a nyertes, tehát meg lett ítélve a támogatás, 2010-ben is ugyanezek az összegek maradtak. Tehát gyakorlatilag el kell, hogy azt mondjuk, amit Kovács Sándor képviselő úr is elmondott, hogy bizony-bizony, amikor 2011-ben közbeszerzésre került a kivitelezés, akkor ez 2007-es árszinten volt. A szakértők véleményét szeretném hangsúlyozni, és amennyiben legyen ez vizsgálóbizottság vagy nem vizsgálóbizottság, de iratbetekintés természetesen minden további nélkül lehetséges, hiszen minden dokumentáltan folyt a beruházás folyamán. Ott a szakértők kijelentették többször, ugyanaz a szakértő, aki most készítette a független mérnök a költségvetési kiírást, hogy ezt a beruházást minimum 800 millió forintból lehetne végrehajtani, ő előzetes véleményük szerint. Szeretném kiemelni, hogy akkor még nem volt érvényben az a kormányrendelet, ami tavaly december óta, illetve idén január 1-től hatályos, miszerint az elmúlt, és ezt is hangsúlyoztam a pénzügyi bizottság ülésen, miszerint közbeszerzési, építési tárgyú közbeszerzési eljárást csak úgy lehet hirdetni, hogyha 12 hónapnál nem régebbi
a költségvetési kiírás. Ennek bizonyára megvan az oka, nem véletlen, hogy a kormány ilyen rendeletet alkotott. Talán nem a mi beruházásunk az első, aminél alul vállalta egy vállalkozó a kivitelezési költséget, lehetőséget. Az, hogy ez a beruházás április 23-ára befejezhető-e, én ezt nem szeretném most kijelenteni, hogy amennyiben nem fejezzük be, vagy nem lesz műszaki átadás átvétel, akkor itt akár a vízműnek, akár az önkormányzatnak ugye nem, de a vízműnek vissza kellene fizetni egy összegben bármilyen összeget, hiszen nem tudhatjuk, hogy milyen jogszabályváltozások, milyen lehetőségek adódnak egy-egy már 70%-os készültségi fokot elért beruházásnál, milyen lehetőségünk lesz az elkövetkezendő 3 hónapban arra, hogy ennek a teljesítési határidejét akár tovább toljuk. Ezt előre nem tudhatjuk, viszont a lehetőséget magunktól akkor vonjuk meg, hogyha az önkormányzat ezt a testületi döntést nem hozza meg. Köszönöm szépen. Teljesen érthető, hogy egyébként az önkormányzat be akarja fejezni ezt a beruházást. Ki nem akarná azt a félig kész, vagy már most már több mint félig kész torzót ugye befejezni? Ki akarna ott egy kihasználatlan, funkció nélküli épületet hagyni? Nyilvánvalóan senki. De érthető képviselő úrnak is, és egyébként sok mindenki másnak is, csak lehet, hogy nem vallják be maguknak, az óvatossága. És hogy miért vagyunk óvatosak ugye ezzel a történettel? Nyilván ugye itt már a szájmegégetésről volt egyszer szó. Én úgy gondolom, pont ez adhat okot nekünk arra, hogy óvatosak legyünk itt, és azért figyelembe vegyük azt is, hogy valóban ugye, bár nem az önkormányzatot érinteni ez a visszafizetési kötelezettség, de hát készfizető kezesként, a fedezetként adott, illetve biztosítéként adott tulajdon tárgyaknak az elvesztésével járna. Tehát csak gondoljuk végig azt, hogyha a lecsökkent munkával rendelkező, lecsökkent üzletággal rendelkező KFT valamilyen vagyonbeli csökkenést el kell, hogy szenvedjen, mert kisebb lesz, törpül, hogyha úgy tetszik. Ez a Nagykun víz és csatornamű KFT. Ez egy tény. Ebből nem lehet ugye mást leszűrni, csak az, hogy szűkülni fog körülötte a világ. Sokkal kisebb lesz az a fedezet, amit fel tud használni az esetleges, az önkormányzat felé értékek megtérítésére. És nem akarunk abba belefutni, látjuk milyen nehéz a helyzet, ugye itt volt az oktatási intézményeknél is, hogy jó nagy mínuszt rakott hozzánk most a kormány, és szerintem senki nem akar abba belefutni, hogy igen, és hogyha beüt a krak, akkor mi lesz? Honnan vesszük el? Honnan lesz rá pénz? Ki adja össze? Tehát és az vagyonvesztéssel fog járni, tehát érthető ez az óvatosság is. A másik az pedig egy teljesen észszerű óvatosság, amit képviselő úr mondott, hiszen most úgy állunk ott, mint a Disney mesében a hamupipőkének a jól tudom, a mostoha testvére, akik faragták a lábukat, hogy beleférjenek a cipőbe. Hát ki gondolta azt, hogy bele fog férni a cipőbe? Ez nagyon optimistának kell lenni, hogy lássuk, hogy beleférünk. Én nem azt mondom, hogy nem lehet megcsinálni, és le a kalappal azelőtt, aki ezt meg fogja csinálni április 23-ára, és kész lesz. És szerintem róla kellene akkor elnevezni ezt a strandfürdőt, hogy készlet, vagy legalább valamilyen megemlékezést tenni, hogy ezt ő csináltam, mert ez innenstől kezdve. Nem azt mondom, hogy gazdasági csoda, de ez egy jó nagy tett lesz. Tehát érthető az az óvatosság, amivel képviselő is, meg mások is fogalmaznak. De ugyanakkor érthető az az elvárás is, hogyha már itt vagyunk, és semmiben nem kerül egy bizottságnak a felállítás, akkor miért nem állítjuk fel azt a bizottságot? Milyen logikus gondolkodás akadályozza meg azt, hogy ne állítsuk fel, ne kérjünk számon. Ráérünk vele dolgozni, annak nincs kiírva, hogy április 23-ig kész kell lennie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kovács Sándor képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, polgármester úr. Én látom, hogy képviselőtársaimnak kétségei vannak, problémák vannak felsorolt, de nekünk az kevés, hogy kétségeink vannak, nekünk dönteni kell, nekünk dönteni kell arról, hogy mi lesz. Így marad, vagy halad tovább. Tehát az az ember, aki csak bíbelődik, gondolkozik, kétségei vannak, az nem halad semmire, és így járhatunk mi is. Én azt mondom, hogy ez a napirend arról szól, hogy dönteni tudjunk. Aki képes dönteni most, az dönt. Aki nem képes, nem dönt. Ez erről szól a napirendi pont. És a bizottság, én tőlem a döntés után lehet bármilyen bizottság, csak most szorítanak a határidők. Most el tudjuk dönteni, hogy igen vagy nem. Olyan döntés, hogy talán olyan nincs. A nem döntés az, hogy nem folytatódik a fürdőberuházás, az igen döntés pedig az, hogy folytatódik. Talán döntés nincs. Aki talán, meg bizonytalan,
meg még egy kicsit gondolkodna, meg még utána is gondolkodna, meg az úgy fog járni, hogy el fog telni felette az idő. Úgyhogy gondolom, képviselőtársaim az élet rengeteg dolgával nem így vannak. Néha tudni kell dönteni, néha az embernek sarkára kell állni, néha vállalni kell a kockázatot, de dönteni kell. Mert a nem döntés, a bizonytalanság az a legrosszabb döntés. Tehát arra kérem polgármesterot és a képviselőtestületet, döntsünk erről a napirendről, erről az előterjesztésről, és következő önkormányzat ülésen, ha lesz egy olyan beterjesztés, én 10 bizottságot is el tudok fogadni. Mindenre tudunk létrehozni bizottságot, mindenre hozzá tudunk létrehozni valamit. Én szívesen vagyok benne ebben a bizottságban, ha úgy gondolják a képviselőtársak, és szívesen maradok is ki. Ez egy másik dolog. De most van egy konkrét helyzet, egy konkrét eset, amiben tudni kell dönteni. Nem bizonytalankodni, hanem igennel, vagy nemmel felelni. Köszönöm, polgármester. Köszönöm szépen, van a további jelentkezés. Tisztelt képviselőtestület, én úgy gondolom, hogy nincs olyan józan gondolkodású testületi tag, akinél azt akarná, hogy befejeződjön ez a fürdő, és még abban is van egy kis érzésem, hogy természetesen vannak, akik bizonytalanul állnak hozzá, lassabban gondolkozva, meghányva vetve magukba a dolgot, de pontosan az időszorítása miatt itt valóban nincs lehetőség arra, hogy vacakoljunk. Én nagyon-nagyon jól tudom, hogy akár országosan, akár itt is volt már ilyen-olyan vizsgálóbizottság, ezzel most az erőnket fecsérelnénk. Én is úgy vagyok, hogy akárhány vizsgálóbizottságot fel lehet állítani, de talán most az erőnket éppen arra kellene összpontosítani, hogy megoldjuk ezeket a feladatokat, mert azért, ahogy itt tetszettek a napirendi pontokat végighallgatni, illetve végigélni és szavazni, csak kiderül, hogy itt aztán valóban komoly átalakítások vannak, és mindegyikben nagyon-nagyon felelősségteljes döntéseket kell hozni, és akkor még itt van ez a bizonyos strandfürdő is. Tehát ez az év, ez rendkívül mozgalmas az önkormányzata, meg a képviselőtestület számára is. Egy biztos, dönteni is fogunk természetesen. Én nagyon remélem, hogy mindenki azt támogatja, hogy valóban elkészüljön ez a strandfürdő, befejeződjenek a munkálatok. A szavazás erről is majd egy bizonyítékot nyújt természetesen. Van-e további kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, akkor szavazzunk valóban. Név szerinti szavazást kérnék szépen, összeghatára való tekintettel. Aki támogatja az előterjesztést, akkor kérem szépen jelezze. Molnár Pál. Igen. Kovács Sándor. Igen. Kovácsné Kerekes Katalin. Gyurcsek János. Én igennel szavazok. Karcagi Nagy Zoltán. Igen. Csányi Sándor. Pánti Ildikó. Igen. Andrássy András. Dr. Lukács László. Dr. Kapusi Lajos. Köszönöm szépen. 9 igen, 2 nemmel a képviselőtestület támogatta az előterjesztést. Tisztelt képviselőtársaim, csak még az nem hangzott el ott a fürdővel kapcsolatos napirendeknél, hogy akkor hogyan képzelik el a befejezését a jobbikos képviselők, mert azért pénz nélkül azt elég nehéz az. Kétségtelen, vizsgáló bizottságokkal nehéz strandot építeni. Bár nagyon látványos és nagy hírértéke van. És azt tettek mondani, hogy itt mindenki szeretné, hogy befejeződjön, önök is. Ez a szavazás nem azt bizonyítja. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy legközelebb 2012. december 20-án csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Nagy valószínűséggel arra is tessenek készülni, hogy nem ez lesz az utolsó
képviselőtestület ülés, elképzelhető, hogy akár két ünnep között is össze kell gyűlnünk. A programot így tessenek majd alakítani. Amennyiben nincs napirendi ponti javaslat, köszönöm szépen a képviselőtestületi tagoknak. Jelentkezés van? Igen, köszönöm a képviselőtestület tagjainak a megjelenését, aktivitását, a hivatal munkáját, televíziónézők figyelmét, meghívottaink kitartását. További szép estét kívánok mindenkinek, az ülést bezárom. És akkor versenyen és jegyzőkönyvön kívül Pánt Ildikó képviselőasszony kíván szólni. Egy kiegészítést szeretnék tenni, szó volt itt ugye a két testület közötti eseményekről, és kik vettek részt a testületből, és szeretnék egy kiegészítést tenni, mert a Véradó ünnepének alkalmából, ami minden nagy rendezvény, az ünnepi köszöntőt, és a díjazottaknak a kitüntetését és köszöntésére minden szép elismerő szót dr. Kapusi Lajos képviselőtársunk tette meg, aki minden évben ezt évek óta vagy évtizedek óta, tehát én csak asszisztáltam ott mellette, és ezt szerettem volna elmondani, hogy ő volt a főszereplő. Köszönöm még, ha ja, itt van a hang, én bevallom őszintén, köszönöm képviselőtársunknak, hogy jelen volt ezen a rendezvényen, én az írott anyagból tudok dolgozni, minden rendezvényen én sem vagyok ott, de ott vagyok, se biztos, hogy visszaemlékszek egy hónap elteltével, vagy egy hét elteltével is, hogy ki mindenki volt ott. A tévedésekért, illetve a kihagyásért most elnézést kérek, de még egyszer mondom, én nekem van egy listám, én azt tudom megmondani, abból tudok dolgozni, de köszönöm, hogy ott volt dr. Kapusi Lajos ebben a rendezvényen. Még egyszer további szép estét kívánok mindenkinek.